nem egyszerű senkinek sem az élete, így nyilván nektek sem. Alakuló ülését tartott a csütörtökön a Városi Diákfórum a Városházán. A közelmúltban tisztújítás volt a testületben, új elnököt és elnökséget is választottak a fiatalok. Azok a fiatalok, akikre évek óta nagyon számít a városvezetés, szívesen és rendszeresen vonják be őket a helyi közügyekbe. A munka elkezdődött, nyilván a Covid szabályok betartása mellett zajlanak az ülésezések és a megbeszélések, és hát nagyon fontos, hogy a fiatalok ebben is példát mutassanak, hogy megfelelően kezeljék ezt a helyzetet. Nyilván az iskolákból rengeteg impulzus kapnak, viszont arra kérem őket, hogy a város továbbra is partner az ő munkájukhoz, tehát segítjük őket, és próbáljanak meg olyan programokat szervezni, ami megtarthatóak így Covid idején is, hiszen nekik számtalan programjuk szokott lenni normál esetben, tehát ilyenkor már rég részt vettek egy nyári táboron, egy csapatépítőn, sportvetélkedőkön. Nyilván most ezeket nem lehet megtartani, viszont lehetnek olyan rendezvények, amiket igenis meg lehet tartani, vagy akár a közösségi életben vegyenek részt, hiszen az nem igényel személyesebb részvételt. Mi várjuk az ő elképzeléseiket, javaslataikat, és hogyha olyanok, akkor meg fogjuk valósítani. A Nyitott Városháza keretében számítunk a fiatalok véleményére is. A VDF új elnöke a Révai Miklós gimnázium tanulója Boncsarovszki Péter. A diák vezető híradónknak azt mondta, az önkormányzat támogatásával rengeteg tervük van, amit szeretnének minél jobb színvonalon meg is valósítani. A megválasztásom utáni interjúban is kiemeltem, hogy egy ilyen városismereti dolgot szeretnénk. Szeretnénk sportversenyeket, akár ilyen diákolimpiára is gondolok, olyanok, tehát például az iskola diákjai összegyűlnek, és akkor egy ilyen városi verseny. Tudom, a vírus okozta nehézségekben ez nehéz kivitelezni, de szerintem azért próbáljuk úgy szervezni, tehát egy kész ütemtervet összeállítani, és hogyha valamikor ezt végre tudjuk hajtani, akkor ezt beütemezzük. Emellett gondolunk ugyanúgy polgármester úrnak segíteni, hogyha bármilyen ifjúságot megmozgató program, vagy egyéb ilyen dolog van, egy jó összekötő kapocs lehetünk szerintem. Nem csak a város, de a Városi Diák Fórum is külön készül 2021-re, amikor Győr várossá nyilvánításának 750. évfordulóját ünnepeljük. Egész éves programsorozat szerveződik a jubileumra, amelyre a VDF tagsága is külön készül.